Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Minecraft beta videóval. Jelenleg a beta 1.8.0.10-es verzióban vagyunk, ezt ott felül is láthatjátok. Ugye ez a Bedrock Editionnek úgymond a snapshotja. Viszont biztos, hogy nagyon sokan kérdezitek most akkor azt, hogy mikor is lesz pontosan a Java alapú Minecraftban kipróbálható ez a sok-sok újdonság, amit már megmutattam nektek az előző videóban is. Elméletileg jövő hét szerdán megkapjuk az első snapshotot az 1.14-es Minecrafthoz, szóval akik a Java alapú minecraft játszanak, azoknak is lesz lehetőségük már kipróbálni ezt a sok újdonságot, illetve valószínűleg ugye ott is lesznek olyan dolgok, amiket itt még nem láthattunk, úgyhogy valószínűleg jövő héten is lesz ilyen jellegű videó a csatornámon, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a Minecraftos frissítésekről, újdonságokról, akkor mindenféleképpen kövessetek be. És hát láthatjátok, hogy bekerült ugye a crossbow a számszeri, erről szeretnék most nektek először beszélni, ugye ez az új fegyver, amit láthattunk a Minecon earth is. Szerintem akkor először beszéljünk a crossbowról, azaz a számszeríról. Hasonló a simaihoz, de kicsit lassabban lehet felhúzni, cserébe viszont erősebb és messzebbre lehet vele ellőni. Hát ugye így balanszolták ki azt, hogy nyilván ne legyen azért sokkal jobb, mint a simai, és hát láthatjátok, hogy tényleg egészen messzire ki lehet vele lőni, viszont nagyon sokáig tart, amíg felhúzuk. És a sima íjjal ellentétben ezt muszáj teljesen felhúzni ahhoz, hogy ki tudjunk vele lőni egy nyilat, ugyanis nem lehet ilyen félig felhúzott állapotban vele semmit se kezdeni. Csak teljesen kihúzott állapotban használható, igen, ezt az előbb mondtam, azonban ha felhúzuk, akkor úgy is marad, Hogyha felhúzom, akkor tudok vele szaladni baromi gyorsan, és egyébként külön király az, hogyha elkezdek itt görgőzni, tehát mondjuk lerakok ide egy bárányt, akkor ugyanúgy felhúzott állapotban marad a crossbow, és így igazából lehet taktikázni azzal, hogy mondjuk kihúzzuk a crossbunkat, és csak akkor támadunk vele, amikor muszáj. Úgyhogy érdemes előre felhúzni, és csak akkor használni, hogyha vészhelyzet van. Lehet vele sprintelni is, használatához szükség van nyilra is, kreatív módban egyébként nincs rá szükség, de nyilván, ugye, hogyha survival módban játszunk, akkor muszáj lesz, hogy legyen nyíl az inventoringban. Az erőeffekt nem hat ki a számszeríra, tehát hogyha ugye megiszunk egy erőpósönt, akkor nem lesznek erősebbek a nyilak, amiket záporozunk az új fegyverünkkel. Viszont lehet vele tűzi is kilőni, ugye ezt már láthattuk a Minecon earth is, mégpedig úgy, hogyha az offhandünkbe berakjuk a tűzi egyébként ettől a verziótól kezdve be lehet rakni a másodlagos kézbe is a tűzi a Bedrock A Java még soha nem próbáltam ki, nem tudom, hogy hogy működik, de hogyha berakom ugye a másodlagos kezembe a tűzi és kihúzom a crossbow akkor láthatjátok, hogy be is töltötte, és akkor ki tudom lőni vele és lehet így tűzi játékot szórni igazából az egész világra. Természetesen bármilyen nyilat ki tudunk vele lőni, úgyhogy én most kipróbálom a regenerációs nyilat. Most azért raktam az offhandbe, mert ilyenkor ezt érzékeli ugye az elsődlegesnek, amit használnia kell a karakterem. És akkor szerintem lőjük is meg ezeket az állatokat. Hát a nyilnak a színe nem változik meg, viszont hogyha meglőjük őket, akkor láthatjátok, hogy ugye ezt használtuk, ugyanis elkezdett ott a regeneráció effekt megjelenni. Aztán bekerült három új enchantment is, az egyik a Quick Charge, ami gyors betöltést jelent, ez nevéből adódóan ugye fel tudja gyorsítani azt, hogy hogyan tudjuk betölteni a számszeríjat, aztán van a Shot, ez a többlövés, és a harmadik a Piercing, ami az átütés, ezeket mindjárt meg is fogom nektek mutatni, de ezek mellett a Mending és az Unbreaking is rárakható lesz, ugye ezekre az új fegyverekre. Úgyhogy gyorsan akkor nézzük meg ezeket az új encsantokat. az első ugye a multishat, ebből csak egy szint van, és itt egy darab nyilat fog mindig használni a karakterünk, de hármat fog kilőni, úgyhogy igazából ez egy eléggé OP enchantment, láthatjátok, hogy három különböző helyre is kilőtte a nyilat, itt egyébként barrierek vannak, azért maradtak meg itt ugye a levegőben és hát ugye három különböző helyre lövi ki ezeket a nyilvesszőket, úgyhogy egyszerre akár egy teljes zombi hordát is le lehet vele szedni, hogyha az ember eléggé ügyes. Aztán a következő a piercing, ez 1 négyes 4 szintig elérhető. Megnézzük, hogy mit tud a piercing 1, illetve a piercing 4-es. Bár eléggé káosz egyébként ennek az encsatnak a működése jelenleg. Milyen fura egyébként, hogy mindig fekete először a bárány. Hogyha minden igaz, akkor ez azt tudja, hogy képesek vagyunk keresztül lőni a mobokon. Tehát láthatjátok, hogy lelőttem a bárány, de erre elrepült ide messzire, ugye az a nyilvessző. Elmertek egy kicsit az erősségén is segít, de hogyha jól tudom, akkor ez annyit tud, hogy még messzebbre tudok majd keresztül lőni. Igen, láthatjátok, hogy a piercing négyessel egészen ide a távolba eljött a nyilveszöm, tehát egyszerre akár több állaton is keresztül tudok lőni. Na, próbáljuk ki ezt, hogy ez így... Milyen? Ó, uh, ez nagyon OP, ez nagyon-nagyon király. Azt a mindenit. Hát ez, ez nagyon durva. Szegény bárányok, tudom, de... Na, valamint demonstrálni kell. És most pont ők voltak azok, akik szembe jöttek velem. Mondjuk annyira nem könnyű, hogyha nem állnak meg így egymás mögött, de most azért sikerült kettőt is egyszerre megölnöm. Úgyhogy a piercing az ezt tudja, és akkor még van a quick charge, megmutatom ebből az egyes szintet, az alapcrossbot, illetve a hármasat. Szóval az alapcrossbot ennyi ideig tart felhúzni. A charge egyeset ennyi ideig. A charge 3-asat pedig ennyi ideig tart felhúzni, szinte egy pillanat alatt fel is húzta a karakterem. Szóval, ha ezt az enchantot sikerül megszereznünk a multi sattal akkor azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon erős fegyverre tettünk szert. Egyébként ez lehetséges is, meg is mutatom nektek. Szóval van egy számszerűünk, ami nagyon gyorsan feltölthető, és egyszerre három darab nyilat is ki tud lőni, úgyhogy nagyon király, nagyon király. Itt van egyébként a crossbow-nak, azaz a számszerűinek a kraftolási receptje, kell hozzá három darab bot, egy botlódrót, kettő darab pokfonál, illetve egy vas. Aztán bekerültek új színezékek, a fehér, kék, fekete, illetve a barna festék. A régi anyagok továbbra is használhatóak, és azokból lehet egyébként megszerezni ezeket az új festékeket is. Ugye ez a csontliszt, a lapisz, a tintazsák, illetve a kakóba volt eddig, és hát így néznek ki az új színező anyagok. Aztán a Pack Dice kapott crafting receptet a Bedrock Ugye ez a Java Editionben már elég régóta benne volt, de most már itt is lehet ilyen tömörjeget craftolni. A scaffolding új hangot kapott, és a lávában elég. Bekerült egy tutoriál a How to Play szekcióba az áványzathoz, ugye a scaffoldinghoz. Ezt is megmutatom nektek, itt van a How to Play, itt megmutatja azt, hogy minden egyes blokkot hogyan kell használni. Én egyébként nem is tudtam, hogy ilyen van a Bedrock De hát mindig tanul valami újat az ember és elméletileg itt láthatjuk a scaffoldingot, ugye itt leírja, hogy mivel lehet fölmászni, mivel lehet lejönni róla, hogyan működik, van itt egy ilyen kis kép is arról, hogy ugye az ötödik már le fog esni, ugye ráállhat a gravitáció, úgyhogy nagyjából így ennyi újdonság történt ezzel kapcsolatosan. A sima ha fel van húzva, akkor látszódik, a nyíl az inventoriban, ezt is megmutatom, de szerintem ez a Java edition -ben egyébként benne van, aztán lehetséges, hogy csak én tudom rosszul, de láthatjátok, hogy megjelenik ott az inventoriban a nyilvessző. A pandákat lehet kézzel is etetni, bambusszal vagy tortával kaptak új hangokat, a mérges panda pedig többet sebez. Ezt is majd meg fogom mutatni, majd ott abban a kis dzsungeles világban illetve lett inventoriuk, tudnak maguknál tárolni dolgokat. A horgászat a dzsungelben megváltozott, csak kodot és szalmont lehet fogni, illetve bambuszt is találhatunk, ugye ez junknak fog számítani, tehát kocatnak. A dzsungel templomban találhatunk bambuszt, ez is egyébként junknak számít, de szerintem azért örülni fogunk neki, amikor ezt megtaláljuk. És elkezdődött a macska verseny, ugye amiről beszéltem nektek, hogy be lehet küldeni a saját cicátokról is fotókat, hogy bekerüljenek a Minecraftba. Te jó ég neked, mi történt a lábaddal, te horror macska? Az a hátsó lába vagy? Na jó, ö, azt hiszem őket ö, így hagyjuk magukra. Elég furán viselkednek ezek a cicák. Szóval be lehet küldeni a cicátokról fotót. Annyi a lényeg, hogyha feltöltitek a képet a cicátokról Instagramra, vagy akár Twitterre, akkor a hashtag Minecraft Cat Contest feliratot használjátok a kép alatt, ugyanis csak így tudtok nevezni. Úgyhogy, ja, egyébként 11 féle cica lesz, azt mondták a készítők, szóval igazán kitettek magukért, igazán kitettek magukért. És akkor a scaffolding kapcsolatosan nézzük meg ezt a lávás dolgot, amit ugye olvastam itt az előbb nektek. Hát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ilyen távolról is meggyullad-e. Vagy csak akkor, hogyha közvetlen mellette van. Aha, oké, okay. igen, és ilyenkor ugye széjjel is esik az egész. Illetve a fölötte lévő is olyan elkezd gyulladni, vagy sem? Hát olyan, mintha csak a közvetlen mellette lévő gyulladna meg, a kettő blokkal aréb lévő már nem. Na mindegy, ezt majd még itt ki kell tapasztalni. Viszont scaffoldingról annyit, hogy pisztonnal is el lehet tolni, és úgyis egészen egyszerűen, ugye szét lehet törni az épületet. Úgyhogy érdemes pisztont használni, hogyha az ember nem szeretné kézzel széttörögetni. Ami még az előző verzióban bekerült, viszont elfelejtettem nektek mondani, az az, hogy a bambusz ültethető ilyen virágcserépbe, és egyébként a scaffoldinggal ki is lehet égetni különböző tárgyakat. 6 darab tárgy kiégetésére elég egyébként egy darab scaffolding blokk, szóval egészen jó tüzelő egészen jó tüzelő, hogyha az ember megunja az építkezésvel, akkor is föl lehet használni, ami egyébként szerintem egy király dolog, illetve azt is megcsinálták már, hogy ugye legyen egy waterlogged verziója is, szóval ha víz alá helyezzük ezt a blokkot, akkor átfolyik rajta a víz. Szerintem mindent megmutattam nektek a scaffoldingról, illetve az új számszeríról, úgyhogy térjünk is át a pandákra. Itt is lennék a pandákkal, az előző videóban még nem tudtam azt, hogy létezik barna színű panda is, egyébként ez a legritkább, úgyhogy most meg tudom nektek mutatni, hogy hogyan is néz ki a barna panda, aki éppen legyezi magát egy tortával. Öm, neki azt ennie kellene, de mindegyik olyan, mintha legyezni magát. Mi van srácok, melegetek van? Melegetek van, vagy mi történt? Szóval most már meg lehet őket egyébként etetni. Lehet nekik adni kaját, és hát most a taknyosnak tudtam adni egy bambuszt. Elméletileg ő ezt elkezdi eszegetni. Aha, el is kezdte eszegetni. És mondtam, hogy van inventoriuk, tehát hogyha dobok nekik kaját, akkor azt ők úgy szépen eltárolják maguknak. Elteszik a nehezebb időszakokra. Nagyon aranyosak, a kis panda nem tud enni, tehát annak nem tudok adni sajnos kaját, pedig tök cuki lenne, hogyha ugye ő is elkezdeném majszolni. Hát őt ugye csak felnöveszteni lehet a bambusza. Viszont így már tud ő is tortázni. Na mutasd meg, mutasd meg azt a tortafaló képességedet. Egyébként nekik is enniük kellene, csak valószínűleg úgy léptem ki, hogy ették, és ezért most így legyezik magukat alulról a tortában. Egyébként baromi aranyosak ezek a pandák, de... De nagyon jó leszek. Tehát, hogy így annyira nincsen értelmük, hogy az hihetetlen. Az új hangokat is elméletileg most halljátok így. És egyébként annyit érdemes még tudni erről a tüsszentős pandáról, hogy amikor tüsszent, akkor a többiek ugranak egyet, megijednek. Gyorsan megmutatnám nektek, hogy mennyit sebez mostantól a piros szemű panda. Ugyanis ugye azt mondtam, hogy annak is megváltoztatták az értékét. És jön a tortájával. És három szívet sebez. Wow! Hát ez, ez, most sokkal keményebb lett. Tehát a kétszeresére emelték akkor a sebzését. Jó, inkább hagyom. Nem szeretnék vele kikezdeni. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó. Jövő héten pedig jelentkezem. Vagy egy snapshot vagy egy hasonló beta videóval. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!